Lezárult a határidő, a szeptembertől első évesek augusztus 7-éig adhatták bejelentkezésüket a kollégiumokba, a hallgatók idén ősztől birtokba vehetik az EJOF ideje alatt a sportolók elszállásolására szolgáló multifunkciós épületet is, ez mintegy 1120 új férőhelyet jelent. A Hegedűs Gyula kollégiumban 900 hallgatói férőhelyünk van, az új épületben 1120, a külső kollégiumban körülbelül 500, a Moson-Magyaróvári Cserháti kollégiumban ott pedig körülbelül 200 hallgatói férőhelyünk van. A kollégiumokba idén is tanulmányi átlag alapján lehet bekerülni. Három ágyas szobáért 9300 forintot kell fizetni, a két ágyas szoba havidíja pedig 13000 forinttól egészen 25000 forintig terjed, attól függően, hogy melyik épületben kap szállást a hallgató. A férőhelyek ugyan az idei évben bővültek, azonban így sem kap mindenki szobát, aki szeretne. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, két és félszeres túljelentkezés van az ágyakért. Azok, akik nem kerülnek be, kénytelenek albérletet keresni, ehhez azonban jóval mélyebbre kell nyúlniuk a zsebükbe. Jelenleg a legolcsóbb albérletárunk az 75 ezer forinttól van, 110-120 ezer forintig, ez nem egy túl igényes lakásokra kell gondolni, panellakások vagy téglalakások, egy-két szobás lakásokat tudunk ebbe az árba kínálni. Mivel a költségek oszlanak, az egyetemisták sokszor többen vesznek ki egy-egy ingatlant, a tapasztalatok alapján a hallgatók főként az ár alapján választanak a bérletet. Az ár számít, tehát egyetemisták nem jellemzők, hogy teljesen igényes lakásokat keresnek, legyen megfelelő konyha és konyhafelszerelés, hűtő, ágy, íróasztal, szekrény, ez az igény. Ahhoz, hogy szeptemberben a hallgatók beköltözhessenek, már augusztus elején érdemes albérletet keresni, tanácsolják a szakemberek.